Na, sziasztok, kedves élőlények! Most jöttünk haza Kalocsáról, ahol is az unokatestvéremnek volt a esküvője, és akkor hát hazaértünk. Ott aludtunk, anyámék mellett közvetlen van egy ilyen, hogy nem mondják, panzió. Ott volt nekünk szobabérelve, megaludtunk, és akkor hát nem most éppen, most értünk haza, de 12 előtt. Amit viszont még ki sem nyitottam, az egy porszívó. Amit az Emagon vettem. Ez egy Szenkor porszívó. SVC 512 VT Allegro, az a neve, és gyönyörűséges szép lila. Na most gondoltam, hogy izé venni kell, de nem a cica kamerát, ne rúg fel, jó léci. Na, most így sikerült beletenni, hogy most az útjába legyen neki. És most rendkívül örül, hogy hazajöttem. Na szóval, mondom, majd a Black Friday-n veszek egyet valami jó áron, és aztán, hogy miért pont azt lehetne kapni Black Friday-n, amin neked szükséged van. A másik dolog az volt, hogy mondták nekem a csajok, hogy ne vegyél most már porszívót, mert nem tudom, valamilyen európai szabályozás keretein belül lekorlátozták a porszívóknak a teljesítményét, és most már csak ilyen 700, Black Fab 750 wattos porszívót lehet kapni. Én nem értem, hogy miért, és hát én eleve úgy kerestem, hogy technikai paraméterek alapján, tehát nem az, hogy mi a legolcsóbb. Igaz, hogy itt sem volt drága alkatrészek, mi van benne, nézzük már meg, azt mondja, hogy a technikai leíráson kívül itt nem osztom magam előtt, még jól össze a celuxot, abban egyén meg a celuxot, csak összetem az elraktározatokat, akik celuxa komisióznak, hát ez valami toldalék, valami, ami összetoltható valamivel. Kis padló kefefej, ez egy ilyen csőszájfék, vagy mi a tököm. És akkor Szenkor, jó a használat, itt majd elolvassuk, ha nem tudnánk belőle kimenni. Kettő darab cső, hát ez is toldó. De jó, mi a? Hosszabbító? Aha, hosszabbító. Cseleszabatosak egymással, úgyhogy ez is van benne. A nylon kihajgáljuk. Maga ugye a flexicső. Ám olyan flexicső, mint a, amivel a vízvezetéket csinálod, hanem a vízvezetés, hanem a porszívónak a hajléktartó csöve. Gyönyörű szépen. Jó, beállítottam itt a kamerát, pont hátamról ver a nap, de én nem tudom, hát van itt fény. Annyi fény van, hogy még másoknak is jut be a szó. Allegro, ami azt jelenti, hogy gyorsan lehet vele dolgozni, merem remélni, szokásos váltókapcsoló. Egy darab papundeklé, egy darab közönséges cső, nyomásszabályzóval, vagy folytásszabályzóval, és egy kis kitámasztó karton, egy másik kitámasztó karton. De mit történt már össze? Várjál, ez van. Mit csörgetsz? Szerintem megtalálta a borotvának a fejét, ezt a milyen szírszart, ami... Na és akkor ez is a... Ez még egy csőtoldalék.
akkor erre való kezek, erre kell ráhúzni, ilyen is van, sarokba lehet vele asztal körül szerintem, nagyon pöpecű, apró helyeken, kis kefével. Most akkor itt van maga kész végén, majd nájlon bugyolba. Na, a legnormálisabb elérhető áron ez a 890 wattos készülék volt. Őkelbe. És úgy képzeljétek, hogy mivel lila, ezért 3-4 ezer forinttal olcsóbb volt, mint a zöld. Megkérdeztem a csajokat, hogy zöld porszívó az nem buzis? Nem mindegy az neked? De mondom, mindegy. Olcsó, lila, és porzsák nélküli, nem tudom, mondtam már 890 watt a teljesítménye, amit hazudnak. Gyári specifikáció, itt van egy gomb, valahol majd meg fogom találni, hogy hol kell a porzsák vagy a portartóját kiüríteni. Csomó gomb, amit nyomok, és nem történik semmi se. Ja, az a kábel cserélő gombja. Itt van még egy ilyen akármi kapcsoló, ezt nem tudom mi ez. Plusz, mínusz, az van rajta. Ez meg kell felnyitni. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy rovattól nem volt drága, 20 ezer forint alatt volt, úgyhogy ez az elérhető most, ami nem ipari takarítógép. Úgyhogy megvettem a lilát. Valami házgazdám biztos tudná elsőre, hogy ez hogy kell kinyitni itt a litván, ruszki, lengyel, magyar. Porzsak nélküli porszívó, kimeneti szűrő, ilyen fedél, olyan fedél, szűrő is van benne. A HEPA szűrős, az nagyon jó, a HEPA szűrő. Nekem kell, nem vagyok allergiás, de... Igen, és akkor minek zártam be? Pozsegő, ahogy nyílik a magyarnál. Azt mondja, hogy... Na, az már a vége. Ez a felső gomb. Három a portartály fogantyúja. Akkor ezt megnyomom, akkor mi van? Hogy kell ezt kinyitni? Megvan, jól van. Szóval így, ezt kell fogni, és akkor ezt kell így kiemelni. És akkor ezt meg úgy lehet üríteni, szerintem, hogy ide van írva, hogy push, és akkor kinyílik. És ki lehet üríteni. Jaj, de jó. És így vissza, pattan rá, hogy szedtem szép, így szedtem szép. Ennyike. Jó van. Ennyi. Hát ez szerintem ez jó. Jó kezem. És ennyi. Majd egy kábelcsőről, meg egy visszatekerő gomb. Mert 2021-ben vagyunk, mi lenne, hogyha egy vonalrajz helyett csinálnátok egy ilyen modellt, egy ilyen 3D-s modellt, ami mutogatjátok ezeket a keresztmetszeti dolgokat, mert így árnyékolás nélkül ezek a vonalrajzok annyira nehezen értelmezhetők, hogy pontosan tett, hogy ne legyen már ez olyan nagy kihívás, ezért. 2021-2022. Jó. Nem kell vele foglalkozni. Mindjárt beismerek, aztán kipróbálom a szobán, hogy akkor most ez hogy működik. Hát remélem, hogy azért ez a 890 watt csak elég lesz ahhoz a szörnyekhez, meg sarkokról a pókhálót leszedni, meg ilyesmi, mert már tavasszal meg úgyis kihajtom azt a szörnyeket, és akkor lerakok valami ízét. Valami PVC padlót, egy kis szőnyeget veszek oda középre,
hogy azért mégis legyen az ágy elég kilépni valami melegre, a többi meg leves. Úgyhogy ez az egy darab van, amit lehet kapni, és megfizethető, és 890-ban. Nem 1200, meg 1500, de nem tudom, valami törvény beleszabályozták, hogy miért, azt nem tudom. Ennyi volt a mese mára. Amúgy nagyon érdekes dolog történt, mióta feltöltöm azt a videót, amiben elmondom, hogy most elvonulok egy YouTube szünetre, és abban a pillanatban nekem elkezd emelkedni a megtekintése azon a videón. Hát mondom, nem igaz, hogy nem, hogy békén a YouTube, hogy én abba hagyjam, és akkor elkezd növekedni a megtekintés, és így kiraktam egy kommentbe, ugye a másik még be nem indított, be nem élesített csatornámnak a linkjét, és egyből elkezdtetek rá feliratkozni. Nagyon örülök neki, viszont annyira nem fogtok örülni, mert hogyha megnyitjátok a csatornát, és akkor ott van, hogy a csatornán nem található videó, hiszen ami fel van rá téve, az még nem nyilvános. Jó az, hogyha feliratkoztatok rá, és akkor meg fogjátok nézni, amit csak azt nem tudom még megmondani egyelőre, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor majd lesz hozzá elég számú videó, hogy elindítsam, hogy nyilvánossá tegyem őket. Jó? Az a feliratkozás nem baj, az elfér, az nem kér enni. Én amúgy tegnap megnéztem azt a két videót, ami fel van rá töltve. Szerintem jobban sikerült, mint ahogy én azt akkor gondoltam, amikor elkészítettem, úgyhogy fogom folytatni. Csak hát most a szabadság is véget ért, és akkor holnaptól indul megint a hajsza, a hajnaltól délután hatig, ugye, és akkor amíg rendben rakom a házat, meg kimostam minden, ami kell, elpakolászom azt, amit punyanok egy kicsit, most premierezek, csak premierezni kell, és akkor utána még jó lesz. Meg vissza dolgozni. És akkor pihenek. Na, köszi szépen, hogy kitartottok, és hogy lelkesítetek engem a kommentekkel. Egyébként nagyon szépen köszönöm, amit írtatok. Meg fogom fogadni most egy kicsit azért a takarékláncra, de mondom, hogy unboxing, mióta nem volt unboxing, hát most itt van izé, és amiket vettem az utóbbi időben, sose volt egy unboxing, mondom, minek már ugye nem az a divat unboxing most, amit én elkezdtem, ugye annak idején, hanem most már specifikációk, meg izé, meg 8 kameraállás, meg stúdióban, meg kell mutatni, meg vágóképezni, meg kurva, ugye. Én meg így csináltam az unboxingot mindig, hogy ennyi, és kész. És... Na. Legyetek itt legközelebb, és sziasztok! Te meg mit csinálsz? Eszel végre? Na végre, már azt hittem megint Ésik Strike-ot folytatsz. Jól van.